Tudtad, hogy Vilmos herceg magyar hölgyet szeretett? És nem a jelenlegi velszi hercegről van szó, azonban egy érdekesség a két Vilmos herceggel kapcsolatosan, hogy a jelenlegi velszi herceg Vilmos Gloucester hercegéről kapta a nevét. Vilmos Gloucester hercege 1941. december 18-án született, és 5. György unokája volt, az ő 4. fiának, Henrynek a gyermeke. Ezzel pedig II. Erzsébet királynő unokatestvére volt, Vilmos születésekor 4. volt a trónutódlási sorban, halálakor a 9. Amikor Vilmos megszületett, akkor az édesapja több hónapnyi katonai szolgálaton távol volt, ezért a nagybátyja, 6. György király, tehát 2. Erzsébet édesapja biztosította Vilmos édesanyját, hogyha az apukával bármi történne, akkor ő lesz a gyámja a fiúnak. Vilmos egyébként 1947-ben 2. Erzsébet, az akkori Erzsébet hercegnő esküvőjén pécsbolyként vett részt. Ez két fiút takar, akik ott vannak az esküvői forgatagban. Továbbá 1953-ban a királynő koronázásán is részt vett. Vilmos a királyi családban másodikként vállal a diplomata munkát, 1965-ben csatlakozott a nemzetközösség irodához, és Lagosban teljesített szolgálatot, majd pedig 1968-ban Tokióba helyezték át. Innen 1970-ben ment haza, amikor az édesapja súlyosbodó betegsége miatt átvállalt jó néhány királyi feladatot, és többek között egyébként királyi hercegi rangban is teljesített szolgálatot a királyi családnál. Továbbá II. Erzsébetet is többször képviselte Chancellor of State minőségben. Az ő magyar homopipőkéje pedig Lehel Zsuzsi néven született 1936. október 18-án Budapesten. Első férje Sötvöző Tibor nevű úriember volt, akivel 56-ban emigráltak Amerikába, és egyébként született egy lányuk is, Andrea. Azonban a házasság nem tartott sokáig, elváltak, majd pedig Zsuzsi egy Malcolm Starkloff nevű úriemberhez ment hozzá. Zsuzsi az első években modellkedett, illetve stewardessként dolgozott, később megszerezte a pilóta engedélyt, kereskedelmi járatokon repült, továbbá a repülést is oktatta, viszont a második házassága sem volt tartós, elvált a férjétől, és 1968-ban Japánba ment. 68-ban találkozott Vilmos és Zsuzsi Tokióban egy koktélpartin, ahol a herceg úgy kérte fel táncolni a lányt, hogy kölcsönkérhetem hamupipőkét egy táncra, és természetesen kölcsönkérhette, másnap pedig Zsuzsi, mivel nem ismerte a királyi protokollt, ezért a brit nagykövetségre küldött egy üzenetet azzal, hogy kedves szőke herceg, elhagytam egy cipőm, lenne kedved egy partira jönni? És a hercegnek lett volna kedve, és volt is kedve, úgyhogy ezután eléggé felpörögtek az események, és egy pár lettek. Vilmos és Zsuzsi között tombolt a szerelem, olyannyira, hogy Vilmos írt is a szüleinek, hogy szeretné feleségül venni a lányt, azonban a szülők válasza egy határozott nem volt. Zsuzsi egyébként 2015-ben adott egy interjút, és abban elmondta, hogy ő eleve érezte, hogy kudarcra volt ítélve a szerelmük, mégpedig azért, mert nem csak idősebb és kétszeresen elvált volt, hanem más vallású, ugye zsidó. Vilmost azonban nem tántorította el a szülei nemleges válasza és az engedélyének a hiánya a házasságra. Sajnos nem vette feleségül Zsuzsit, azonban már-már megszállottjává vált a lánynak, aki egyébként szellemes, intelligens és humoros volt az egyik barátjuk szerint. Időközben egyébként nem csitult a szerelmük, ezért a palota Margit hercegnőt küldte el Japánba, hogy vessen véget a románcuknak, azonban hiába élt a palota emlékezetében élénken Wallis Simpson és 8. Edward románca, illetve botrányuk, Margit emlékezetében a Peter Townsend-del közös szerelme élt valószínűleg élénken, ezért azt javasolta Vilmosnak, hogy várjon egy kicsit mielőtt hazamegy, és nézze meg, hogy áll a helyzet. Attól függetlenül egyébként, hogy Margit hercegnő empatikusan viseltetett Vilmos és Zsuzsi sorsa iránt, illetve Zsuzsival egyébként találkozott is egy vacsora alkalmából, udvariasak voltak egymással, de nyilvánvalóan semmi közelebbi barátság vagy érzelmek nem alakultak ki köztük. Továbbá Margit egyébként meghagyta a Vilmos főnökének, hogy jelentsen a fiúról, illetve a palotta nem hivatalos álláspontja az volt tulajdonképpen erről az egész ügyről, hogy amíg Vilmos Japánban van, addig szórakozza ki magát, viszont hogyha hazamegy, akkor illik normálisan viselkedni. A palota álláspontján túl, illetve a házassági kérelem tilalmán kívül egy másik árnyék is vetült az ő életükre Japánban, illetve hogy általánosságban, ugyanis mielőtt Vilmos Japánba ment, egy porfíria nevű betegséggel diagnosztizálták, és egyébként Japánban Zsuzsi elvitte egy japán specialistához is, aki szintén megerősítette ennek a betegségnek a tényét. Amivel egyébként azt kell tudni, hogy 3. György megőrüléséért is ezt okolják, egyébként egy endokrin betegségről van szó,
Bővebben igazából nem nagyon tudok róla nyilatkozni, mert én sem nagyon értem, hiába kerestem utána. Viszont ez a betegség eléggé súlyos, a hannoveri génekből jön, ettől függetlenül, akinek megvan ez a betegsége, az elég súlyos következményekkel nézhet szemben, illetve többször sajnos halálos is. Egyébként nem csak Zsuzsi, hanem Vilmos is rajongott a repülésért, és betegség ide vagy oda, illetve királyi tiltás ide vagy oda, a párt közösen Amerikába ment, és Kaliforniában terveztek letelepedni, ahol nem csak a repülés iránti szenvedélyünknek szerettek volna hódolni, hanem azt is élvezték, hogy Vilmost gyakorlatilag senki nem ismeri fel, tehát a magánéletük védve lett volna. És ebben a 2015-ös interjúban Zsuzsi elmondta, hogy Amerikában adta neki Vilmos a saját pecsétgyűrűjét, melyen a királyi címer is látható, Vilmos maga ennek a másolatát hordta. A pár önfelett amerikai életét viszont az árnyékolta be, hogy a palota kezdte realizálni, hogy úgy teljes egészében elveszíthetik Vilmost, ezért a királynőt Tongába küldte, majd pedig ekkor jött ugye az édesapja súlyosbodó betegsége, mert mint Vilmosnak, és hazament Angliába. Vilmos és Zsuzsi 1970. augusztusában találkoztak utoljára, ezután még egy ideig leveleztek, illetve Vilmos próbált minden követ megmozgatni annak érdekében, hogy a szerelmük beteljesülhessen, elvehesse feleségül a lányt, és tényleg élhessék azt a tündérmesét, aminek tűnt ez az egész románc az elején. Azonban a szerelmüknek nem Vilmos betegsége vetett véget, hanem az, hogy 1972. augusztus 28-án egy repülős balesetet szenvedett, habár gyakorlott pilóta volt, ugye volt pilótaengedélye, illetve több repülőt is birtokolt, továbbá a British Light Aviation Center elnöke is volt Vilmos. Ezen az eseményen nem sokkal a felszállás után baleset történt, a gépük kigyulladt, a tűzoltók egyébként több mint 2 órán keresztül próbálták oltani a lángokat, viszont Vilmost, illetve a másodpilótáját, akik gyakorlatilag azonnal szörnyet haltak, másnap azonosították a fogsoduk alapján. Zsuzsi 2020. május 1-én hunyt el Amerikában, és soha nem ment újra férjhez, ettől függetlenül egyébként volt élettársa, továbbá a nektológia alapján Andrea a lánya is túlélte. Egy ideig egyébként még a repüléssel foglalkozott, később pedig ingatlanos céget alapított, és az volt a fő tevékenysége. És ha neten rákerestek a Zsuzsi Sztelkoff névre, akkor nagyon sok magyar cikket is ugye kidob a vonatkozás miatt, és nagyon sok úgy indít, hogy brit királyi hercegné lehetett volna a Zsuzsiból, azonban ez nem feltétlenül igaz, és nem csak azért, mert hogy a királyi család tiltotta, és egyenesen ellene volt annak, hogy Vilmos elvegye feleségül, hanem azért is, mert találtam egy olyan információt, hogy 70, illetve 72 között egy másik elvált és 2 gyermekes nővel folytatott viszonyt, és persze a Mi lett volna, ha című történettel lehet, hogy érdekes és izgalmas eljátszani, de ezekből semmi sem valósult meg. És egy másik ilyen gondolatom, hogy a királyi családnak szerintem nagyon sok idő kell ahhoz, hogy egy kicsit felengedjenek, és elkezdenek haladni a korral, ugye Margit hercegnőt tiltották Peter Townsend-től, majd pedig ugye Vilmost Zsuzsitól, azonban a 2010-es években Harry herceg feleségül vehette Meghan Markle-t, aki szintén elvált nő, és ráadásul nem is fehér. És függetlenül attól, hogy alapvetően én mit gondolok Meghan Markle-ről, ez mégis üdvözítő, hogy kvázi megengedték neki, hogy elvegye Meghant. Ha visszatekintünk a 20. századra, és inkább 8. Edward és Wallis Simpson kapcsolatára, 8. Edward alapvetően sosem volt egy megbízható és a munkájára adó, és a királyi kötelességeit előtérbe helyező herceg, sokkal inkább arról lehetett hallani, mind a sajtóban, mind pedig úgy általánosságban, hogy sokkal jobban élvezte a társasági életet, mint sem a kötelezettségeit. Továbbá Edwardnak nagyon sok férjezett nő volt a szeretője, míg végül megállapodott Wallis Simpsonnál, és hogyha már így az Edward és Wallis témáját mondszolgatjuk, akkor ők például ugye náci szimpatizánsok voltak, Hitlerrel is találkoztak, úgyhogy ott elég sok problematikus elem van a történetben. Míg ezzel szemben Vilmos egyébként kötelességtudó volt, és a monarchiát, illetve a királyi hercegi feladatait helyezte előtérbe. Ugye ez 1968-1970-ben történt, ettől függetlenül, hogyha 90-es éveket nézzük, ugye 1992, II. Erzsébet királynő Annus Horribilis-e, amikor ugye a gyerekei sorra jelentették be azt, hogy a házasságuk zátonyra futott. És 92 nem volt olyan nagyon rég, hogyha így az egészet nézzük, akár mondjuk a 20. századot,
illetve a ma és a 92 között eltelt időt. És ennek kapcsán szerintem elég visszagondolnunk arra, hogy Károly herceg, az akkori Károly herceg, illetve Diana hercegnő válási szándékát is mennyire tagadta a királynő, és próbálta elodázni, és próbálta sürgetni őket, hogy mentsék meg a házasságukat. Tudom, hogy ez egy teljesen más és eléggé komplex téma, de itt inkább csak az elvek azok, amik szerintem fontosak és érdekesek. És talán ezekben az elvekben még az lehet érdekes és fontos, hogy az sem számított, hogy kiről van szó, egy hebehúrgya és partizó hercegről, aki egyébként trónrökös, vagy pedig egy olyan emberről, aki ugye alapvetően születésekor negyedik volt a trónutódlási sorban, halálakor kilencedik, és ugye minden lejjebb kerül, annál messzebb van attól, hogy valaha uralkodó váljék belőle. Úgyhogy szerintem ezt ilyen aspektusban érdekes vizsgálni inkább. Viszont, hogyha Vilmos herceg, mármint Gloucester hercege, és Zsuzsi Starkloff ma találkoznának, akkor feltehetőleg beteljesülhetett volna a szerelmük, és összeházasodhattak volna, de a Mi lett volna, ha című története szerintem eléggé veszélyes ebből a szempontból. Nem utolsó sorban pedig a királyi családban azért akad elég sok tragikus sors. Te mit gondolsz egyébként erről a témáról? Írd meg kommentben, illetve azt is, hogyha esetleg van olyan másik téma, amiről szívesen hallanál bővebben. Továbbá, hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot, illetve iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el megnyomni a csengőikont, hogy biztosan kapj értesítést. Még több brit királyi családos, brit királyi család történelmi, illetve általánosságban angol és világtörténelmi érdekességeket pedig a TikTok csatornámon találsz. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, és remélem találkozunk a következőben.